Szép emlékeink vannak a tavalyi esztendőről, ha csak gondolatban felvillantunk egy átbulizott városnapi koncertet, vagy eszünkbe jut a jó hangulatú borozgatás a bátaszéki bornapokon, de felidézhetjük, mikor minden erőnket beleadva tartottunk a célvonal felé a bátaszéki futóversenyen. Azt gondoljuk, ezek a pillanatok soha nem jönnek már vissza. Ezt már nem lehet túlszárnyalni. Bizony, tévedünk. Már az év elején, januárban voltak értékes programjaink, indítottuk az évet a Deutsche Bühne Ungarn vendégelőadásával, amelyet már jó ideje terveztünk, de most az év elejére tudtunk ezt megvalósítani. Nagy népszerűségnek örvendett ez a program. Persze ugyanúgy folyik a tervezés és a szervezés, de ezek mellett a mindennapokban igyekeztünk olyan tartalmakkal is megtölteni a művelődési ház, a tájház és a város életét, amelyek méltó módon tudják szolgálni az itt élők és az ide érkezőknek az igényeket. Elmondhatom azt, hogy szinte minden óránk betáblázott itt a művelődési házban is, hiszen van most már Babamama klubunk, tornáznak velünk anyukák, de két aerobik csoportunk is működik a házban, azon kívül pedig a nyugdíjasok is, az általános iskolások és a gimnazisták is lelkesen látogatnak bennünket, sőt ingyenes számítás technikai tanfolyamokat is indítottunk 65 éven aluliak és felüliek részére is. Az elmúlt időszakban a programokat a Farsang határozta meg, kiemelkedő volt a Kajsza Kvártett koncertje, a nevettetésről pedig Ihos József gondoskodott, aki Kató néni bőrébe bújva látogatott bátaszékre, és meg is érkeztünk a tavaszba. Nyilvánvalóan az április 11-e, amely most már hagyomány évek óta, hogy versvárossá avatjuk bátaszéket, és szintén az általános iskolások, a gimnazisták, de a felnőttek és a nyugdíjasok, sőt az óvodások bevonásával is egy hatalmas verses dzsamborival készülünk. A generációk versmondásával, de versajándékokat is fogunk osztani, aszfalt versekkel fogjuk elárasztani a várost, úgyhogy vannak ilyen ötleteink. Szinte minden hónapban lesz nagyobb rendezvény. Így van, a majálist is tervezzük, a retro jegyében fog zajlani 2019-ben, de tényleg egy jó kis klasszikus, régi vágású majálissal készülünk. Fellépők is lesznek természetesen, de virslivel, sörrel, kockás terítővel, láncos körhintával, céllövöldével, halacska halászattal, tehát a hangulatában is, és a kinézetében, és a dekorációjában is egy klasszikus retro majálissal készülünk. És persze lesznek olyan tavaszi program, amelyek megmozgatják a városban élőket és a hozzánk érkezőket. Most már sokadik alkalommal kerül megrendezésre májusban a bátaszéki triatlon, amely elég szépen kinőtte magát, és ennek a speciális sportágnak a hódolóit várjuk majd május végén. És persze a májusi gyermeknapon is igyekszünk azért a legkisebbeket és a családokat megkínálni tartalmas és igazán szórakoztató programokkal. A Pünkösdi Rétes Fesztivál ma már elmaradhatatlan, és minden évben egyre több látogatót fogadó rendezvény bátaszéken. A gasztro különlegességekre éhes közönség idén sem fog csalódni. A civilek, a helyi egyesületek is készülnek rétessütéssel, de a bajai rétesházat is szeretnénk újra bevonni, hogy elhozzák ezeket a töltött tésztás finomságokat. És persze programok is lesznek természetesen. A következő egy nagy állomás, mint egy a nyár nyitányaként, az pedig a városnapja lesz. A városnapja azért lesz egy kicsit más, vagy több és tartalmasabb, mert hogy ciklus, önkormányzati cikluszárás van, ezért díjakat és elismeréseket is fog átadni dr. Bozsolik Róbert polgármester úr. Egyébként az ajánlásokat meg lehet tenni, már a felhívásokat a Cikádor újságban, a magazinban, de a honlapon is megtalálják az érdeklődők. Mint mindig, a városnapjának lesz egy protokolláris, hivatalos része, a komoly zene szerelmesei sem fognak csalódni, csak úgy, mint aki az igényes, könnyű zene iránt rajong. A nyárral kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy nyilvánvalóan a leginkább a negyedik bátaszéki bornapokra készülünk, hiszen rengeteg teendővel jár az engedélyeztetésektől kezdve a szervezési feladatokon keresztül sok minden vár ránk. Ugyanakkor a tavaly is nagyon népszerű utcafesztiválunkat is meg fogjuk rendezni, és három alkalommal várjuk az érdeklődőket júliusban és augusztusban. És persze, ahogy említettem, szeptember első, második, attól függ, hogy számoljuk hétvégén, 6-án, 7-én és 8-án, negyedik bátaszéki bornapok, amelyről szintén elmondható, hogy azért az elmúlt esztendőkben jól kinőtte magát, nagyon népszerűvé vált, és hát olyan követelményeket támaszt elénk a szervezők a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai elé,
Hát, amelyek jó sok feladattal járnak. De ugyanúgy megtartjuk a hagyományt, hogy az első nap, a pénteki nap az a rockzenéről fog szólni, hiszen Bátaszékről és a bátaszékiekről azért tudva lévő, hogy a rockzene rajongói. A szeptember 7-e az első fele a folklórról szól, és a szüreti felvonulásról, a Géza felvonulásról, a koronázásról. A színpadi műsor szeptember 7-én, a negyedik bornapokon 16 órakor veszi kezdet. Minden esztendőben hívunk vendéget a megyéből és a megyén túlról is. Ebben az esztendőben, 2019-ben a Tamási Pántlika együttesre, Néptánc Egyesületre esett a választás. Ők lesznek a vendégeink. A bornapok utolsó napja pedig minden évben igazi nagy durranás. A tél és az év vége pedig nem múlhat el a bátaszéki karácsonyváró nélkül. Ilyenkor különleges hangulat keríti hatalmába az ideérkezőket, az ünneplőbe öltözött város láttán, amit a szívnek oly kedves karácsonyi koncertek és műsorok sokasága tesz, még meghittebbé és elmélyülté. Használják ki a bátaszék adta számtalan lehetőséget a szórakozásra, kikapcsolódásra. A rendezvények részletes programjairól a város honlapján folyamatosan informálódhatnak.